Kézilabda megyei első osztály, ez egy nagyon érdekes csoport, hiszen ugyanúgy vannak benne azok a fiatalok, akik még felsőbb szinten nem kapnak játék lehetőséget, mint azok az idősebb hölgyek, akik mondjuk a NB1-ből, NB1B-ből, NB2-ből kiöregszenek, és levezetésképpen bekerülnek ebbe a megyei első osztályos csoportba. Hát kedves nézőink, nagy tisztelettel köszöntöm Lakatos Petrát, Tiszavasvári kiemelkedő ifjú tehetségét, és azt hiszem, hogy túl szerint vagy ahhoz, én úgy gondolom, amit tudsz, hiszen a megyei, női megyei góllövő lista második helyezettjével beszélgetek. 57 gólát, mert ez tényleg nagyon csúcs. Na, beszélgessünk egy kicsit rólad egyáltalán. Honnan jött a kedv, hogy te valamikor kézilabdázol? Régen óvodába kezdtem el a kézilabdát, és akkor volt a lehetőség arra, hogy kézilabdázzak, és akkor... Volt előtted a családból olyan, aki kézizett, vagy csak úgy magánszorgalomból kinézett, hogy neked ez jó? A testvérem kézilabdázott előttem, és nagyon szerettem őt nézni. Próbálgattál otthon? Már akkor? Igen, nagyon sokat. Volt saját labdád? Igen. Óvoda után mennyit jelentett az, hogy itt a Kabaiban igen meghatározó jelentősége van a kézilabdának? Nagyon sokat, és nagyon-nagyon jó volt, hogy volt itt csapat, és nagyon-nagyon jó volt. Itt mikor kezdted el először? Első osztályban már. Tehát már egyből elkezdted. Igen. Na, ki volt az edző, de emlékszel még rá? Gizike néni volt elsőnek. Aha. És akkor utána a Zsolti bácsi. Családban maradt a rontó családnál. Igen. Azt meséld már, hogy hogy megy az jó, első osztályba beiratkozol, tanulod az ákombákomot, mellé foglalkozol kézilabdával, de itt még nem annyira komolyra megy, itt inkább csak a játék szeretete, vagy a játék megszerettetés az, ami a cél? Igen, megtanuljuk elsőnek az alapokat, aztán játszunk, kapura lövünk, és akkor úgy egyre jobban, fokozatosan fejlődünk benne. Hogy érzed, hogy mikor bontakozott ki igazán az a tehetség, ami benned van? Mert most bárhogy is tényleg szerénykedsz, de nyugodtan kimondhatjuk, hogy hát, ha egyszer még látunk valamikor nemzetközi porondon is. Nem is tudom pontosan, elsőnek talán ilyen negyedik osztály körül lehetett, de nem tudom pontosan. Mennyire befolyásolja a játékot, színvonalát, a magasságot, hiszen tényleg minden alkatod megvan ahhoz, vagy igen, az alkatod megvan ahhoz, hogy jó kéz is lehessél. Még lehetnék ettől magasabb is. Mennyi centi vagy? 172 körül. És akkor még jobb lenne, hogyha egy kicsivel magasabb lennék, de így is nagyjából jó. Na, de hát még nő, hiszen 15 éves vagy? Igen. Még lehet, hogy 1-2 centit talán fogok nőni. Uh-huh. De már nagyon sokat nem. Nézzük a csapatot. Először az itteni csapatot kikkel kezdtél lejátszani? Itt a Kabaiban. Az osztálytársaimmal. Velük voltam elején, aztán utána összekerültünk az egyel alattunk lévőkkel, és... Meg közben játszottam a felsőbb, vagy idősebbekkel is, aztán most már így a felnőttbe. Mennyire volt érdekes, hogy idősebbekkel játszol? Nem voltál egy kicsit, nem az, hogy megrémül, de végül is az? Az elején nagyon fura volt, és kicsit féltem is, hogy fog menni, de így az év közepére teljesen belelendültem. És teljesen összhangba vagyok velük szerencsére, úgyhogy örülök neki. A csapatban, most a megyei első osztályú csapatban, te a 15 éved, de hol állsz nagyjából a kor ranglistán? Hát valahol a legfiatalabbak között talán. Tőlünk nagyon kevesen vannak, akik fiatalabbak. Így a magasságodat nézve nem hiszem, hogy beállós vagy. Átlövő poszton játszol? Igen, átlövő vagyok. Amikor elkezdtem, akkor voltam irányító is, de inkább átlövő. Uh-huh. Már most így. Na, a csapatban, hát gondolom akkor nincs irigység, meg nincs féltékenység, hiszen az átlőket kell tömni labdával, vagy a beállósokat. Hát a gólarányait száma, vagy a góljait száma azt mutatja, hogy szívesen adják oda a labdát a társait. Igen, szerencsére nincs irigykedése, és
Jaj. Petra, mi van olyankor, amikor elmentek egy meccsre? Tényleg, amit a felvezetőmben is mondtam, hogy előfordul, hogy egy közel 40-es hölgy áll veled szemben. Ott a pályán te azt nézed, hogy ez most sport és küzdeni kell, vagy bármiféle tisztelet van veled szemben, vagy vele szemben, az ellenféle szemben? Elsősorban azt nézem, hogy sport, és bármennyire idős, nekem akkor is ugyanúgy mennem kell, és hogyha ő velem szemben van, akkor muszáj megfognom például védekezésnél, de azért egy nagyon picit tisztelet azért van benne, hogy ő mégis idősebb, és akkor persze ugyanúgy megfogom, de azért egy nagyon picike kell, szerintem. Van tudomásod arról, hogy ki volt eddig az a játékos, aki a legtöbbre vitte az ellenfelek közül? Nem. Vagy nem is érdeklődtök, hanem oda mentek, lejátszátok, aztán... Igen, általában úgy szokott lenni. Aha. Na, hát 8-os vagy, 3-at pislogsz, és itt az év vége. Gondolom, már gondolkoztál a jövődön, hogy hogyan tovább. Igen, nagy valószínűséggel Hajdunálásra fogok menni tovább tanulni, de szóba kerül Debrecen is, de végül szerintem Hajdunálás lesz. Mitől függ? Közelebb vagyok, az iskola is nagyon jó, meg most játszunk Hajdunáláson a serdülőbe is, és ott a csapattársakkal is nagyon jóba vagyok, az edzések is tetszenek. Ja, te akkor te kettős igazolással vagy. Igen. Aha, na és ott milyen eredményeid vannak? Ott szerintem jó ahhoz képest, hogy nemrég kerültünk oda, szerintem sok játék lehetőséget kapok, úgyhogy nagyon élvezem ott is a játékot. A nálási csajok már a kézilabdások milyen osztályban vannak? Nem megyei egy, igaz? Nem, serdülő másodosztályba. És harmad csapat? NB1B. NB1B volt, az komoly. Igen. Esélyed, hogy látod? Most azt mondták nekem, hogy ha oda mennék, akkor játszhatnék nagy valószínűséggel, lehet, hogy az IFI-be is, és akkor ugye az is nagyon-nagyon sokat jelentene nekem, mert például az ifisek az első osztályban vannak benne, és azért az nagyon sok fejlődést eredményezne. Vannak olyanok, akik leendő ellenfeleid lehetnek? Próbáltál már így poltolózni, kik azok, akikkel esetleg játszhatsz ellenfélként? Mert mondtad, hogy az első osztályban. Még annyira nagyon nem. Nem jársz ennyire előre? Nem. Hát gondolom, nem egy kettes tanuló vagy, így, hogy hallom. Tehát neked fontos a tanulás, és mellette fontos a sport is. Azért a távlati terveid között gondolom szerepel a sporton kívül az is, hogy mint ember mi szeretnél lenni? Igen, még pontosan nem tudom. Nagyon sokat szoktam rajta gondolkozni, de még nem igazán tudom, hogy mi szeretnék lenni. Milyen irányban? Humán beállítottságú vagy reál? Vagy most még teljesen ez a várakozó állásponton vagy? A várakozó állásponton. Elképzeléseid a jövőről, amikor tényleg leülsz, és akkor van, amíg az ember elbambul, és ugye a gondolataid szerte szárnyalnak, merre jársz? Hát mindenféleképpen szeretnék kézilabdás is lenni, de ugye mellette nekem megfordult a fejembe már a gyógytornász is, de arról mégsem, és akkor így még pontosan nem, nem tudom. Hát végül is az lehet, hogy jó Isten, neked Csáki Viki biztos, és mond ez a név, valami Debrecenbe játszott most, valahol nem tudom, Hajdúsámsomban, vagy hol játszik, és mellette visszamegy Debrecenbe gyúrónak, miután hát nem azt mondom, hogy kiöregedett, de lassan a felé tendál, akkor így a jövődet próbálod bebiztosítani? Hát... Várjál, másképp teszem fel a kérdést. Anyukádék, hogy gondolják, hogy te mi szeretnél lenni? Hát már megfordult az, hogy mondták, hogy nem leszek-e orvos. Én mondtam, hogy biztos, hogy nem, mert az nem szeretnék lenni. Aztán most még így ők is, hogy hát gondolkozzunk rajta, gondolkozzunk, úgyhogy még nem igazán tudom. Csapattársaidról mondjál valamit, ki kell játszol együtt? A felnőttben Lakatos Erikáikkal, Kovács Regina. Ők egy idősebb korosztály hozzád képest. Igen. A Nánáson, a serdülőben, meg Kónya Fanniékkal. Nem tudom, hogy ez a név most így mond-e valamit. De
most így már az U15-ös csapatban, hogy átmentünk nánásra, így már nem játszhatunk, mert már megvan a két csapat, amiben játszunk. Mondjál valamit azoknak, akik esetleg még most nyitott szemmel néznek téged, hiszen most elsősök vagy másodokosok itt a Kabaiban, mit tudsz nekik tanácsolni? Hát mindenféleképpen jó a kézilabda, és ne hagyják abba sohasem, mert nagyon sokat lehet benne fejlődni, az élmények, amikor elmegyünk egy kupára, azok mindig benne maradnak, mert nagyon-nagyon jók szoktak lenni, a meccsek is jók, az edzések, ezek ilyen elfelejthetetlenek dolgok, és annyira jó érzés az, amikor kézilabdázunk, hogy felesleges lenne abba hagyni. Petra, ígérd meg, ha egyszer nagyon híres kézilabdázó leszel, akkor a Városi TV-nek adsz majd egy dedikált pólót, amit árverésre bocsátunk, hogy ezáltal a költségvetésünk hagyja meg egyet. Megígérem. Szabadon foglak. Köszönöm szépen, további sok sikert. Én is köszönöm.